Az Édesapa című sorozatomat folytatom, harmadik rész, és közben átestem a 60. születésnapomon. Na most nem egyáltalán nem azért mondom ezt a 60., hogy 60 éves vagyok, mert ahogy megvádolt engem az egyik misztikus buru, vagy nem tudom, hogy mi lehetne az ő besorolása, hogy egy fiatal fiú, aki megjárta Indiát, és akkor ettől megvilágosodott most már, meg mit tudom, elolvasott. Igen, járt itt Csíkszeredában valami magyarországi gyógyító, ide járt ide előadásokat tartani, és ilyen misztikus gyógyítási előadásokat tartott. Ez a fiú eljárt, aztán elment ennek hatására, mert szerveztek oda Indiába egy kirándulást, ott azt mondta, hogy ő hazaérkezett, nem akart visszajönni. Az édesanyja elment, meglátogatta, és meglátogatta őt a szerelme is, vagy aki szerelmes volt belém, állítólag ő nem volt, aztán attól fogant Indiába egy gyermeked, ő nem akart visszajönni. Aztán 9 hónap múlva megint mégiscsak elkapta a honvágy, és hazajött. És azóta ő most már megvilágosodottként hirdeti az igét, és osztja az észt. Többek között nekem is neki fogott kitanítani engemet dolgokra, miután találkoztunk, és elmondta, hogy mekkora nagy zsarnok vagyok, és hogy ezt a 60 évemet is azért emlegetném, mert hogy ilyen tekintélyelvű, tehát én nem tudással és nem igazi meggyőződéssel és megvilágosodás és a munkám során, tehát asztrológusi munkám során kiderült dolgokkal kufárkodnék, ugye, hanem ezzel egy ilyen tekintélyt szeretnék szerezni magamnak, hogy 60 éves vagyok, és ezzel valamiféle fölényt szeretnék vele szembe, például aki 35 éves csak, sőt csak 35-dik, szerezni. Na, de hát semmiféle ilyen elképzelésem nem volt nekem, és nincsen. Tehát ezt azért mondom, mert Gyurcsány Ferenchez szeretnék hasonlítani, aki előállt annak idején jó példánnal, ugye, hogy szóval ez vicc, nehogy valaki komolyan, hogy ahogy ő előállt, elővette magát példaként a Gyurcsány úr, hogyha neki sikerült ugye miniszterelnöki székbe jutni, akkor ez minden magyarnak megvan erre a lehetősége. Tehát egy ilyen napoleoni példával jött elő, és egy ilyen amerikai álomszerű, a nagy amerikai álom, tudjuk mit jelent, ugye, hogy mindenkinek lehetősége van meggazdagodni. Tehát egy ilyen metaforával állt elő Gyurcsány. Tehát én is ilyesmivel jövök, csak nem éppen így, hanem hogy mindenkinek lehetőségében áll egészségessé válni, és mindenkinek egészséges, hogy mondjam, lehetőségében áll 60 évesen is, miután rengeteg betegségen, magyarul mondva, keresztül ment egészségesnek lenni. Csak ezért mondom, semmiképpen nem azért, hogy én ezzel valamiféle tekintélyt, vagy akarnék szerezni, vagy ezzel az élet, mert mégis az egy komoly élettapasztalat azért, nem? 60 év a francba belé, de még az sem, hagyjuk. Nem. Nézzük meg, hogy kinek van igaza, úgymond, hol van az igazság, és annak utána lehet járni, amit mondok én, vagy amit mond Villás Béla, vagy amit mond Balogh Béla, hogy lesz itten aranykor, ugye, és ilyen dolgok, hogy tiszta mágiázással lehet-e boldognak lenni, és egészségesnek, mert én azt állítom, hogy nem lehet, ugye? Tehát, hogy karma oldás nélkül is, hogy a karmát csak is a személy horoszkópokból lehet a legjobban megismerni. És ez nem a reklám helye, és nem azért, mert én asztrológus vagyok. Sajnos kiderült, hogy így van. Egyelőre adatott nekünk ez a fantasztikus tudomány, a tudományok tudománya végül is, a tudományok koronája, akárhogy is nevetségesnek fogják majd ezt gondolni egyesek, de igen, ez az emberiség első tudománya, első szintetikus tudománya, ugye? Mert ismerjük be, hogy nem volt annak idején asztronómia, hanem asztrológia volt, kérem szépen. Nem volt kémia, hanem alkimia volt, és nem volt matematika, hanem számoknak a spirituális tudománya. És Euklides is, és Archimedes is egyébként, de még a nagy Pitagorász is spirituális beavatottak voltak, miszteszek voltak elsősorban a mai modern tudománynak, úgymond alapjainak a letevői.
Tehát őket nem úgy ismerték, mint a mai tudósokat, hanem mint biztos beavatottaknak, akik tudnak, értik az életnek a lényegét, vagy legalábbis arról sokat tudnak, és ezen belül aztán foglalkoztak fizikai jelenségekkel, matematikai jelenségekkel, geometriával, az Euklides esetében is így tovább. De ők asztrológiát is tudtak keményen. Na, hogy mennyire tudtak, nem tudom, de a Pitagorász az biztos, tehát onnan vannak úgymond dokumentumok, amelyek ezt bizonyítják. A nagy egyiptomi gondolkozókról nem is beszélve, mint Ptolemaiosz és így tovább. Tehát csak arról van szó, tehát, hogy az asztrológia segítségével lehet a karmát a legpontosabban kimutatni, és azt más előadások alkalmával elmondtam, hogy miért, honnan, milyen analogikus törvények alapján, a nagy a Hermes Trismegistoszi világel alapján, ugye, hogy ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, tehát nem a konstellációkból, és nem a bolygókból, mert azok csak térképellemek, nem a hatás elméletet el kell felejteni, nincsen semmiféle hatásos, hogyha van az elenyésző, a napnak s a holnak még van, de a többinek ott a távoli csillagoknak semmiféle hatása nincsen ránk. Ezek csak térképellemek, amelyekből az asztrológus kiolvassa azt, hogy a szellemi dimenzióba, a spirituális dimenzióba, a kauzális dimenzióba mi van, milyen jelenségek vannak, milyen folyamatok, mik történtek akkor, amikor, vagy milyen szükségletekről volt szó akkor, amikor valaki megszületett. Ez most nem ide tartozik ehhez a témához, csak így szépen a 60 év kapcsán szóba került. De nézzük meg, hogy ez az asztrológia tudománya, tehát mikre vezetett rám engemet ilyen szempontból, tehát ami a témánk, a mai témánk, tehát az apa, az édesapa tematikája, és azt állítottam a korábbi felvételeken, hogy a sajnos a nyugati civilizációból teljesen kiveszett az apa, mint spirituális principium, mint az atya, amiről még Jézus tanított, az már teljesen szerte van, hogy mondjam, faricskálva, szét van szórva, meg van nyomorítva, és lehetőleg el van felejtve, és helyébe lépett léptek a dadák, léptek az ovonénik, léptek a tanítónénik, és léptek főként a pszichológusok, a pszichopedagógusok, stb. És azért, hogy élünk egy ilyen nyomorult világban, amilyenben élünk. Arról nem is beszélve, ez a legkevesebb, tehát, de mai témánkhoz ez szorosan kötődik, tehát, hogy kik vették át az édesapa szerepét. Ugye ők nem hibásak, nem hibásít senki, nem hibáztatok senkit, én egy jelenséget értelmezek és magyarázok. Tehát, de hogy az egész társadalomban tulajdonképpen mindenütt, nem csak Magyarországon, nem csak Romániában, nem csak az erdélyi magyarságban, hanem mindenütt tulajdonképpen ez a hiány óriási zavarokat kelt, és hiába állítják még mindig a feministák, még mindig a megható, és dologtól a meghatott politikusok, és mit tudom, társadalom szervezők, hogy még mindig az a baj, hogy a politikában kevés a nő, hogy a társadalom szervezésben kevés a nő, mert hál' Istennek, legalábbis az utóbbi tapasztalataim nekem azt mutatják, hogy nekik teljes más dolguk van, és a bakhoz tartozik a társadalom, tehát az asztrológia ez egy csodálatos rendszer, az embernek meg az nem lehet eltévedni. Megmondja, hogy mi van, hol van, mi a tévedés, és hogy kellene, hogy legyen, úgymond ideális esetben. Tehát ideális esetben igenis a család belső dolgaival, és a család intim dolgaival, és a gyermekek gondozásával, igenis a nők kell és kellene, hogy foglalkozzanak, és igenis az édesapák azok a beavatási részét végzik el úgymond a nevelésnek. Igenis, ezzel nem azt mondom, hogy nem kell gondozni a gyermekeket. Mindenki tudja, és elmondtam már én más előadásokon, hogy én úgy kivettem a gyermekgondozásból is a részemet, hogy éppen csak, hogy a didimből nem szoptattam őket. Mást, amit egy édesanyja el tud követni, és el kell kövessen úgymond gyermekeivel, azt én mind elkövettem. Tehát altattam őket itt a kebelemen, és puszilgattam, és ölelgettem, és melengettem, és etettem őket, ugye, és kakáltattam, és pisiltettem, és mostam a feneküket, és mostam a ruhájukat, és takarítottam utána, és főztem nekik mindent. Tehát szó nincs arra,
arról, hogy én ezt így, tehát nem erről van szó, nem erről beszélek, amikor azt mondom, hogy a nőnek kell az intim részével foglalkozni, a család intim részével, és az édesapának, vagyis a férfinak, aki apa, mert férfi van elég, csak kevés az apa belőlük, az a probléma, ugye? Tehát kevés az olyan apa, aki apai öntudattal úgymond jár kell a társadalomba és intézkedik. Tehát mindenki a harácsoló férfinek a logikájával intézkedik még a társadalomba. Nagyjából. Hát a magyar kormány most némi gondoskodói úgymond nuánszokat kezdett felvenni. Nem jó, rossz értelemben, persze ettől már a liberálisoknak hátán ám feláll a szőr, hogy az állam és az állambácsi kezdjen gondoskodni az emberekről, csak ez nem éppen így van. Na, tehát szó nincs arról, hogy ilyen Ceausescu-féle diktatórikus vagy kádári rendszeri, még az is, pedig az aztán tényleg nevetségesen liberális volt ahhoz képest, hogy itt milyen diktatúra volt. Ugye már mint Romániában, hogy ez egy modell lenne, tehát egyáltalán nem egy ilyen államdiktatúrát, vagy semmiképpen személyi kultuszféle diktatúráról nem is beszélve, hogy ilyesmit szeretnék én, és ilyen tartanék én, hogy mondjam, logikusnak és racionálisnak és normálisnak társadalomban, de igenis, az államnak a gondoskodást át kell vennie bizonyos életterületeken, mert a régi hagyományos közösségi gondoskodási rendszerek felbomlottak. Én még megéltem gyermekkoromban azt, hogy részt vettem például Zetevárraján egy lakodalomban, egy házasságkötési úgymond ünnepségbe, ahol kérem szépen a rokonság, pedig az egy kicsi falu, de a rokonság annyi mindent adott ajándékba az ifjú párnak úgymond elinduláshoz, és nem úgy, hogy pénzt gyűjtöttek, mi manapság, és aztán mit tudom én, a volt feleségemnek a fiú testvér, az első dolga az volt, hogy ami pénzt begyűjt a lakodalomból, elment, vett egy Dacia-t nekik, vagy nem, hanem tányérokat, és tálakat, és fazakakat, és székeket, és dunyhát, és ami kell egy házasságban, egy családban, még gyermekágyat is talán, és így tovább, ugye, amire az ifjú párnak szüksége van, és amit ők most hirtelen nem tudnak előteremteni. És arról is tudok, hogy a rokonság annak idején segített a kismamának, a közeli rokonság, a távoli rokonság, a szomszédságról nem is beszél, vagy mekkora nagy kölcsönös segítségnyújtási úgymond rendszerben éltek, és a Kaláka intézményéről nem is beszélve. Tehát ezek mind most már ne beszéljük azt meg, hogy miért. Bocsánat, most nem akarom a gépet megállítani. Tehát ezek kivesztek, és bizony jó az, amit a magyar állam csinál például, hogy gondozza, tehát minimum anyagilag gondját viseli, és igyekszik viseltetni az egész társadalommal, a családoknak úgy, hogy biztosít azoknak adókedvezményeket, vagy éppenséggel teljes adómentességet, és biztosít különböző gyeseket, és így tovább, és így tovább. Mert mondom, ezt a régi, a szerves, az organikus, civilizált közösségek, mint amilyen a székely rendtartó faluban is történt, azt biztosították. Tehát, hogy az ifjú párok és az életben induló egy-két gyermekes családok, három gyermekes családok, hogy tudjanak, ne szegényedjenek le attól, hogy gyermekeik lesznek, gyermekeket vállalnak. Ez van Romániában a cinizmus nem hogy határát súrolja, hanem az ördögi, a sátáni cinizmus maga, hogy mennyi pénzt kapok én például három gyermekre, 42 lejt, ami nem, hogy bagó ár, hanem gyufa ár. Kérem szépen, gyufát lehet venni annyi pénzre, amit kapunk, és még esetleg, mit tudom én, sót lehet még venni arra pénzre, amit kapunk az államtól, és azon kívül semmi. Adókedvezményben nem részesülök, és így tovább. Tehát miről van itt szó? Ezt úgysem lehet, az állam úgysem tudja azt, amit az édesapa, tehát az édesapának, amiről én beszélek, azt nem fogja tudni a személytelen állam, az ő akármilyen jóindulatos, jókaratú apparátusával sem pótolni.
Tehát azt mondtam, hogy hiányzik az a gondolkozás, amely például a hosszú távú következményekben is tud gondolkozni, mert hogyha ez létezne, akkor nem néznénk szembe, nem néznénk most farkas szemet az ökológiai katasztrófával, ugye? Hiába, hogy halasztódik a dolog, mint halasztódik, de előbb-utóbb a tudósoknak az ide vonatkozó jóslatai, főleg a természettudósoknak és a közvetlenül a úgymond a biológusoknak a jóslatai, de ide vonatkozó jóslatai be fognak igazolódni, és egyszer csak egy visszafordíthatatlan folyamatnak leszünk majd a részesei. Tehát ez viszont nem történt volna meg, hogyha édesapák lennének, igazi édesapák, olyanokról, amikről én beszélek, úgymond a politikába. Hogy most éppenséggel Magyarországon egy olyan államfő van, akinek azt hiszem, hogy 5 gyermeke van, az más kérdés. És látszik is, hogy másképp működik már a magyar társadalom, ugye? Vagy kezd működni, és működne szegény még jobban is, hogyha a hivatalnokok nem szabotálnák a Fidesznek ezt a családvédő, családgondozói törekvéseit, mert kérem szépen közben lent az alja népnél, ahogy szokták mondani, olyanok történnek, mint Violámmal, hogy az APEC, kérem szépen, a gyest hozzányúlt és leblokkálta, tehát ő kénytelen volt egy számlát létrehozni, hogy tudja felvenni a gyest. Egy gyenge, alanyi alapon járó kis gyese van neki, és kérem, még azt is leblokkolták, és abba is belenyúltak, és levontak vagy 50-valahány ezer forintot belőle, társadalmi biztosítás címen, holott arról volt szó, hogy társadalmi biztosítást élvez attól kezdve, hogy gyesen van. Tehát egy dolog, hogy mit hirdet meg a politika, és mit szeretne elérni, és más dolog az, hogy a régi, úgymond hagyományos szocialista, vagy nem tudom, hogy milyen gondolkozású, kommunista gondolkozású, államhoz hűséges, de rosszul és tévesen és hibásan hűséges, úgymond hivatalnokok ezt hogy képzelik el, hogy fordítják le a maguk logikája, karmájuk által vezérelt logikája szerint azt, ami úgymond, hogy szokták mondani, állam és kormány direktíva, régió kommunista kifejezéssel élve. Na, tehát az, hogy nincs hosszú távú következményekben való gondolkozás szerinti magatartás, például a társadalomban, és hogy ott vannak a fiatal politikusok, és ott hőzöngönnek, és ott hőbörögnek, és ott a mai liberálisok, hogy mit nem csinálnak, kérem szépen, hogy bementek oda a budapesti polgármesteri hivatalba, s ott azt le akarták annak blokkálni a munkáját, amikor éppen a mit tudom én, milyen szavazásra került volna sor a hajléktalanokkal, stb. És kiderült, hogy ugyanazok a személyek jelentek meg, akik a diákokat hetszelték annak idején, az egyetemistákat, s még a hálózat, s meg a hők, s még mit tudom én, milyen aktivisták is ott jelent voltak. Tehát itt miről van szó? Hogy hagyomány szerint nincs meg az a társadalomban, hogy létezik egy hosszú távú következményekben való gondolkozási képességhez igazított, hogy mondjam, általános magatartási forma, ami jó, hogyha megvan, mert az ember nem máról hónapra ér, hanem az embernek le kellene élni 84 évet, kérem szépen, minimum ahhoz, hogy egészségesen a spirituális dolgát elvégezze itt az életbe. Ahhoz, hogy a megváltást el tudja érni, tehát mindenkinek itt legalább 84 évet, hanem többet kellene élni, tehát 7x12 éves ciklust, ugye? Az 7 szaturnuszi ciklust szer 12 az állatöv, amíg végig haladja, ugye? Végig éljük ezt a... Minden 7 éves korszakunknak megvan a maga jelentősége. Nem, hogy ideje korán meghalnak emberek, és főleg úgymond férfiak, ugye, akik nem tudnak ezzel a... Nem tudnak, hogy mondjam, tehát nem voltunk megtanítva, én sem, egyáltalán. Sőt, nagyon nem voltam megtanítva, az asztrológia tanított meg rá. Nem voltunk megtanítva, úgymond hosszú távú berendezkedésre, nem voltunk megtanítva arra, hogy az életet le kell élni, hogy utódokat kell nem nezenni, annak az életet át kell adni, gondozni kell őket, és úgymond a megváltásra képes
megváltás megvalósítására képes, úgymond, felnőtteket felnövelni. Ez nincs meg sehol. Itt egész vonalon tudjátok, és tudják, hogy mi van. Az élvezetcentrizmus. A jóság, hogy legyen most jó. Most nem baj, csak most egy kicsit legyen jó. Most legyen jó. Most, de akkor hónap után is legyen jó, de aztán legyen egy hét múlva is jó. Legyen ünnep, legyen ezért élvezet, legyen kellemes, legyen Mikulás, legyen csokoládé, legyen élvezkedés. Hadd örvendjen a szegény gyermek. Úgyhogy oda jutottam, kérem szépen, hogy az én életelveimmel és elképzeléseimmel ellentétes magatartásra vagyok kényszerülve és kényszerítve, ugye, hogy oda kell adjam az iskolába bizonyos összegeket, hogy ottan szervezzenek mikulási ünnepeket, csak a mikulási ünnepen a gyermekemet ott hűítsék, és hogy mondjam, tehát azt tanítsák meg neki, lehetőleg, mert ez jön ki belőle sajnos. Tudom, hogy nem tudatos a dolog, csak épp erről beszélek, hogy apai, szaturnuszi gondolkozás nélkül nézzük meg, hogy mi lesz. A gyermekek hozzá vannak szoktatva, ahhoz mi is hozzá, amihez hozzá voltunk sajnos, de nem annyira, mint a maiak, szoktatva ahhoz, hogy attól függetlenül, hogy mit tudom én, hogy viselkedsz, úgymond, hogy szófogadó vagy-e, hogy mit tudom én, tanulsz-e, vagy egyáltalán milyen etikai magatartásod van, szüleiddel szembe, iskolával szembe, tanítóval, tanárnővel szembe, tanárokkal szembe, úgy is kapsz ajándékot, mert az neked úgy csak úgy kijár, mert jön a Mikulás, nem? Mert máskor meg más jön. Jön az angyal, jön, kirándulást kell szervezni. Tehát te állandóan kapod a jutalmakat olyan dolgokért, úgymond, amit el se követtél, amiért pontosan az ellenkezőjét úgymond bizonyítottad egy éven keresztül, egy fél éve, vagy egy negyed éven keresztül. Arról tehát vigyázzunk, mert az Úristen nem Mikulás, kérem szépen. Az Úristen az nagyon kemény dolog, ahogy Hamvas Béla mondja, az ördögdöggel szembenézni az semmi, az Úristennel szembenézni az igazi bátorság, oda kell igazi tudás. Vagy ahol máshol mondja, azt mondja, hogy a sós az nem egy udvarias angol úr, nem, egyáltalán nem Canterbury érseke. Tehát a sors az igenis beronyomja keményen a kontrákat, és keményen rá akar téged szorítani arra, hogy azt a bizonyos megváltatódási programodat, amit a horoszkópból mondtam az e-mail, ki lehet olvasni, azt realizáljad. És hogyha nem valósítod meg, ugye, vagy nagyon-nagyon eltérsz a megvalósítási utadból, ugye nem vállalod fel a megfelelő gyakorlati életfeladatokat, amelyek azokat a képességeket hivatottak belőled, úgymond benned létrehozni, amelyek szükségesek a karmát feloldásához, illetve a karmikus tulajdonságai, tehát negatív, vigyázzunk, helyesmivel is tartoztam. Olyannal is találkoztam, hogy a pozitív karma, mondom, nem létezik pozitív karma, nincsen. A karma az igenis negatív tulajdonságoknak, hogy úgy mondjam, a gyűjteménye, amivel jövünk a világra, már ártatlannak képzel pici csecsemőkorunk óta, korunkban, csak azzal a különbséggel, hogy tehát ezeket nem az állatvilágból hozzuk magunkkal, mint ahogy annak idején a pszichológia atya Sigmund Freud doktor úr ezt észrevette, egyébként nagyon helyes, és amit ma a mai pszichológusok letagadnak, hogy nem kérem, ártatlan angyalkáknak nevezik, illetve, hogy genetikailag valamiféle predesztináltság lenne az emberben, tehát biológiailag, hogy ez biológiai mit, hogy mutációknak, vagy agysejtek rendeződésének, vagy idegsejtek rendeződésének lenne a következménye, hogy valaki bűnözői alkate, vagy sem. Hát nem, kérem szépen. Mindannyiunknak van kemény karmája, amelynek nagy-nagy része teli van agresszivitással, elfojtással, elfojtott úgymond ösztönökből eredő képzetzavarokkal és így tovább. Úgyhogy ide bizony az édesapai nevelés nagyon is helyen való lenne, de mivel hogy ez az elképzelés, akkor, hogy a gyermek, ez a süket elképzelés, bocsánat, nem tudok más mondani, hogy ez a gyermek attól lesz agresszív, hogyha agressziót lát, vagy vele agresszívek a szülők. Kérem szépen. Hát, az agresszió az azt jelenti, hogy én
akarattal és tudatosan offenzálok valakit, nem neki, meg valakinek, és igazságtalanul bántom. A gyermeknél teljesen másról van szó. A gyermek, kérem szépen, az nem kicsi felnőtt, nem tudom ezt, nem tudom eleget hangsúlyozni. Az egy olyan spirituális struktúrával idejött, úgymond szellem, amely keresztül jött a pokoli világon, az égi világból, amíg ide jövünk a földre, keresztül jövünk az úgynevezett káosz világon, ugye, ahol ezek az Úristenbe úgymond bele nem férő, vagy onnan kidobott, ide a rendszerek negatív és ellentétes és antagonisztikus, entropikus állapotban levő fantázia, tehát mágikus erejű, úgymond, nem fantázia, szóval mágikus erejű spirituális struktúrák találhatók. Tehát negatív erők, negatív spirituális energiákon jövünk keresztül, és azokat magunkra vesszük, amikor ide jövünk. Ugye pontosan annak érdekében, hogy a fizikai dimenzió segítségével itt ütköztessük, ütköznek ezek, vagyis ütközünk mi magunk, a fizikai személyünk, azokkal a problémákkal, amelyeket hozunk magunkkal, bocsánat, most itt egy kicsit megzavart engem ez a, megláttam a, és pont fordítva van, és nem tudom meghúzni, ahol kell. Jó, mert tehát van nekem egy ilyen kis elferdülésem abból az időben, amikor még képzőművésznek készültem, meg még költő voltam, ilyen esztétikai ügyeim. Tehát a lényeg az az, hogy a fizikai dimenziónak, többször elmondtam, három szakrális funkciója, három szakrális, hogy mondjam, adottsága van. Az egyik a memória, aminek a segítségével a szellemi információ az anyagban megmarad, tehát az anyagból vissza lehet olvasni a szellemi információt, ki lehet hívni, ugye? Az anyag memóriájából, az, hogy őt fel lehet ismerni, hogy milyen géniusz hozta létre, mi hatolt belé, mi mozgatja, mi feldítette, mi zavarta meg, mi nem. Tehát raktározza az információt. Ez egy szakrális tulajdonsága neki. A másik meg az, hogy megjeleníti, van megjelenítő képessége, nem csak külső formában jeleníti meg azt a géniuszt, vagy azt a szellemet, amit éppen látunk, vagy most éppen önök látnak, ott engem a képernyőn, ugye, tehát ez a forma, kozmaszilárd formája, valamiképpen gesztusaim által, hanghordozásom által, kinézetelem által, stb. Önöknek közvetít valamit arról, hogy hogyan is kellene viszonyuljanak kozmaszilárdhoz. Tehát az olyan emberek, akik még nagyon-nagyon most egy ilyen hölgynek készítek éppen horoszkópot, aki elmondja, hogy évekig félt tőlem, és rejtőzködött, és menekült, és mikor valahol meglátott, akkor, vagy hallott rólam, akkor úgymond hidegfű futkosott a hátán, stb. És most örvendés és boldog, hogy végre eljuthatott oda, hogy horoszkópot rendelhet tőlem, tehát, és most hallja, és mindaz a félelme, ami velem kapcsolatosan volt korábban, az hál' Istennek negatívnak bizonyult, és nem, mert pontosan, hogy én megértem azt, mert hogyha valaki megérti, hogy mi mozog egy emberbe, és az miért mozog, az én vagyok, és még egy néhány igazán beavatott úgymond asztrológus, és tehát van egy csomó ilyen ember, mint amilyen ez a hölgy is volt, hogy ellenszenvet váltok ki belőle, ugye? Ez azért, mert neki még nem, ő még nem érett oda spirituálisan, hogy úgy mondjam, velem fedesse fel azt, hogy még benne mik rejtőznek, mert ők még ott van, hogy szégyeli, még fél tőle, még azt hiszi, hogy valamilyenféle ellenséges módon fogok viszonyulni, de ez pontosan attól, amiről beszélek, mert én férfiasan, egyenesen, lehetőleg nyíltan, becsületesen viselkedek, és hogy mondjam, központba, mindig a központi problémára igyekszek rávilágítani. Na, másokból meg esetleg szimpátiát váltok ki, tehát kaptam olyan levelet is itt a YouTube listámon, ugye, hogy iszom a szavait, Kozma úr, meg ilyesmi.
Na, tehát ezt most hagyjuk, mert itt nem sem dicsérni, nem akarom magamat ezzel, stb. Nem egy példát hoztam arra, tehát bármi, ami egyáltalán fizikai kontűröket öltött, és valamiféleképpen manifestálódik, tehát megmutatkozik, tehát megnyilvánul a fizikai dimenzióba, az nem csak az ember számára, hanem még az állatok számára is valamiféle információ, még ha tévesen is, de bír. Valamiféle reakciót kivált belőlük, ugye? Na most az én dolgom, hogy a tudásom segítségével, amit felnevelkedtem, amilyen kultúrát kaptam, amilyen kultúrát aztán esetleg eldobtam, és újat szereztem helyette is, így tovább a tudásrendszeremmel, ahova én szükségesnek éreztem magamat elvinni, ugye, hogy megállapítsam azt, hogy az a dolog, ez a fa, mit kell kezdjek, csodáljam és gyönyörködjek benne, és örvendjek, hogy még van, vagy álljak neki a druzsbával, s vágjam ki, ugye. A másik, én voltam egy barátommal, néztünk egy tábor helyett, és annak idején még gáteros volt, akkor rájött, hogy ő milyen jól, és meg is gazdagodott ottan valamiféle akciók során, és akkor belefogott ilyen favágászatba, és egy adott pillanatban azt vettem észre, hogy ő nem úgy csodálja, nem úgy nézi a fenyőket, mint én, mert az Zsögött tájékán voltunk, ahol aztán a táborhelyet tartottuk is, ahol Medárda született egyébként. Ezelőtt, tehát 16 éve volt ez, hanem ő a gáterosnek a szemével nézte, hogy abból milyen, mennyi köbméter, vagy mennyi fa jön neki, és hogy kell azt vágni, stb. Tehát mindenki a maga színvonalának megfelelően, és a maga beállítottságának megfelelően, ugye, viszonyul a külvilághoz. Tehát, és a külvilág információt ad. Ez a szakrális tulajdonsága az anyagnak. Hiába olyan egyszerű dolog, mert nem mondtam ezzel semmi újat, de olyan szempontból újat mondtam, hogy meg fogjuk látni, illetve már megláttuk más előadások segítségével, és most nem ez a témánk, ugye, hogy ez mennyire fontos, tehát abban, hogy a karmánkat fel tudjuk oldani. Tehát, hogy ide jöttünk a fizikai dimenzióba, és még van a harmadik szakrális funkciója, de ez már csak a szerves anyagnak, amiben az Úristen valamiképpen nagyon ügyesen, ugye a rengeteg milliárd éves özé úgymond ezen civilizációs, ezen, mit tudom én, spirituális korszak fejlődésének ezen a szakaszába, ugye, vagy már korábban elkezdődött, tehát a fájdalmat ügyesen elültette a lényekbe, legalábbis az állatokban és az emberekbe, de az embernek a fájdalma sokszorosan nagyobb, mint az állatoké. És ez azért van, pontosan, mert ő spirituálisan sokszorosan fejlettebb, mint ők, és értelmileg, tehát a fájdalom az jelzi számára, hogy mit kellene tenni, és mit nem. Na most már ez sem tökéletes, és nem 100%-os, és mi sportolók nagyon jól tudjuk, hogy léteznek fájdalom küszöbök, pontosan, amiket le kell győzni, főleg gyermekek esetében és gyermeksportolók esetében, hogy fáradtságot és fájdalmat és egyebet, ami a fáradtság is végül is egyfajta fájdalom, ugye le kell győzni ahhoz, hogy bizonyos eredményeket elérjünk. Na most én nem a különleges eredmények hajhászásának vagyok egyáltalán a híve, tehát, hanem azt akarom mondani, tehát, hogy a fájdalom úgy általában nagyjából az arra jó, tehát a fájdalom, hogy minket tehát informáljon, tehát egy kressz tulajdonképpen, egy szabályrendszer testesít meg, hogy melyik utcába ne menjünk be, hova ne menjünk be, a falnak ne menjünk neki fejje, például neki, menj neki fejje a falnak, nézzek, hogy milyen fájdalmat fog az produkálni, vagy össél be a falba. A fal az azért van, hogy azért vagyunk itt, és itt a misztikusoknak az egységre vonatkozó nagy dumáit leszeretném bontani, nem igaz az, hogy egyek vagyunk, kérem. Ez egy nagy hülyeség, de hogy vagyunk egyek. Mitől? Azért, mert hogy az abszolútumban, onnan eredünk, állítólag egyek vagyunk. Hát de most nem ott vagyunk, itt vagyunk a fizikai dimenzióban. Azért vagyunk pont, hogy azért vagyunk elhatárolva, nem értik a Szaturnusz jelvet. A bőr a Szaturnuszhoz tartozik. Igaz, hogy a Vénuszhoz is az asztrológiában, de
főképpen, mert elhatárol. A fizikai testünkben, a lelkünk, a spirituális struktúránk be van oda határolva. Még akkor is, hogyha közben kiközvetítsük, és itt jön be a sós idézés, ugye, jelensége, hogy a gondolataink és a képzeleténk és a vágyaink, ezeknek valamiféle összesített quintesszenciája kisugárzódik, ugye, és azzal találkoznak a megfelelő emberkék, és aztán az szerint úgymond találkozunk. Ilyenek a telepátiák, vagy ilyenek a nagy találkozások, mint amilyen volt az enyém Violával is, halán, habár majd, hogy nem egy egész világ választott el minket, még akkor is, hogyha ő csak itt néhány száz kilométerre lakott, de mennyivel fiatalabb, mint én, és mennyivel más neveltetést kapott, mint én, és a több is kiderült, hogy mennyire tudunk egyezni. És itt tovább. Tehát valamiféle úgymond ötödik elemi, tehát quintessencia szintű összesített spirituális adást tudunk mi kiközvetíteni, annélkül tudnánk róla környezetünkbe, és a környezetünknek a megfelelő elemei azt fogják. Ahogy mondja Jung is, Carl Gustav Jung, hogy az áldozat kihívja maga ellen a gyilkos mindig. Na most ez a tétel így igaz felnőttek esetében, és az is igaz, hogy a tükröz tehát a valóság minket, a külső valóság, csak nagyon vigyázzunk, mert a gyermekek esetében ez nem így van. Gyermekek esetében nem a külső valóság tükrözi a gyermekeket, hanem a gyermekek befolyása alatt vannak az édesanyja karmájának. És a külvilágnak nem az a dolga, hogy a gyermekeket ezen negatív, úgymond, aspektusok alapján elítélje, és amikor fizikai szinten a dolog megtörténik, hogy valakinek mit tudom, egy keze hiányzik, vagy egy ujja, vagy egy szeme, és így tovább, akkor az meg is van mondva a gyermekeknek, hogy annak hagyjatok békét, mert most már végre ott vagyunk civilizációban, vagy legalább arra be vannak tanítva a gyermekek, hogy annak a gyermeknek, amelyiknek hiányzik egy ujja, vagy mit tudom én, valamilyen fizikai látható hátránya született a világban, azzal ne foglalkozzanak, hanem esetleg az segítség. Na de ott van a sok egészségesnek látszó gyermek, mint az enyémek is, ugye, akik például gyávának születtek a világra, és rengeteget kínlódtam velük, és azért harcoltatom, és azért karateztatom, hogy ezt a gyávaságot mind egytől egyik. És főleg az első medárda, és még neki még egy kis ilyen, mit tudom, ilyen rossz mozgáskoordinációja is volt. Például 3 vagy 4 éven át kínlódtunk, amíg megtanultunk biciklizni. Komolyan mondom, hogy a végén már szinte elvesztettem a türelmet. Mekkora felszabadulás volt bennem az apai lelkemben, amikor végre fel tudott tűnni, és láttam, hogy mert csak mondtam, menj medárda, menj a jövőbe, menj biciklizni, nyomjad a pedált. Nehezen, nem volt olyan egyensúlyérzékenek is, valami ott hibázott, de ez nem látszott kívülről, csak amikor láttad őt mozogni, labdát, nyomorékul, nem tudta a labdát pattogtatni, mint én is gyermekkoromban, vagy bárki. Ugye, na most ezért kiszúrták, és elkezdték őt mobbingolni, elkezdték őt, ismerjük. Tehát nyugaton közismert, és aztán Magyarországon is a kirekesztés jelensége, a kikészítés, tehát hogy ilyen gyermekeket a kollégái kiszúrnak, hogyha nem voltak előzőleg megtanítva arra, hogy ezt kimélni kell, és egyáltalán nem szép dolog, és nem méltányos dolog az, hogy ezt most már durván elbánunk velük, akkor ilyen ügyes kis játékokkal is kizárják, és kirekesztik, és kezdik üldözni, úgy, mint ahogy Etelkával is tették, arról már van felvétel. Na most Medárdával is folyt ez a dolog, csak enyhébb formájában, illetve az ő tanci annak idején jobban vigyázott arra, hogy ne történjen meg az, ami megtörtént Etelkával, és úgy tovább ment, de aztán 5. tovább gyötörték, és így tovább, és aztán 8. felvételi vizsga előtt éppen kiderült, hogy az osztálytársainak van egy ilyen Facebook csoportja, amelyben őt nagyon-nagyon csúnya szavakkal, nagyon-nagyon, tehát az apai szívem sírt, egyszerűen kétségbe estem, hogy a drága szép leányomról micsoda mocskókat nem képesek ezek a gyermekek ott összeírni és összehordani. És ezt lelepleztük egy barátnőmnek a fia segítségével, aki ott ugyan Medárdának éppen pattársa volt akkor, aki megmutatta, úgymond barátom,
A fiú, tanítottam őt rajzolni matekben, meg matekezni, de nem sikerült neki olyan felvételnie, most Magyarországon van. Na, ő mutatta meg nekem először ezt a rettenetes... Kérem szépen, erre csináltak a gyermekek egy Facebook oldalt, egy osztály, miközben őket a tanítónék csupa szépségről, mert erről beszélek, csupa jóságról, csupa szépségről, csupa izéről tanították. Hogy a legnagyobb, tehát ez hiányzik, az apai gondolkozás. A tanítónők és a nők azt képzelik, hogyha nyomom ott a szépséget, s a rózsaszint, s az édességet, s a cukrokat, s a Mikulás, stb., azzal jót szedek ki a gyermekből. Nem igaz, kérem. Az ellentéte jön ki belőle. Ott van a polaritás törvénye. És ott van a kiegyenlítődés törvénye. Nem szabad ilyen csinálni. Utána kell nézni, hogy mi van. Vagy lehazudni azt, hogy nem látom, nem akarják meglátni azt, hogy mi zajlik a... Nem akarták meglátni, mi zajlik a gyermekekkel, Etelka esetében, Medárda esetében sem egészen, mert tudott valamennyire vigyázni a volt ancia neki, hogy éppen olyan katasztrófa ne történjen Medárdával, mint Etelkával, de a fű alatt, vagy a bunda alatt azért folyt a kis aljaságoknak, hogy úgy mondjam, a tömkelege, és egészen odáig, hogy aztán az osztályfőnöknő, aki volt 5-től 8-ig, az mondta, jelezte nekem, hogy csodálja és sajnálja szegény Medárdát, de nem tud tenni semmit. Nem tudom, hogy miért nem tudott tenni, és én is nem tudtam, hogy annyira súlyos a helyzet. Tehát csak akkor derült ki 8. végén, mikor már végeztek az iskolával, hogy tulajdonképpen itt mi folyt. Na most elérkeztünk 9. osztályba, és megint egy ilyen osztályfőnöknőt találtunk, aki viszont ambiciósabb volt a réginél, és azt hittem, hogy most már rendben vagyunk, de hogy kiderült, hogy azokat a szigorú intézkedéseket, amelyeket azért hozott, hogy tehát időközben átestek a gyermekek egy felvételi vizsgán, és fele kirostálódott, és hogy a régi magot összevegyíti az újakkal, hogy ne tudjanak ott barátkozni és ottan szövetkezni maguk között tanárok ellen, mert itt elsősorban arról volt szó, nem is Medárda ellen voltak ők, úgymond beállítva annyira, mint a tanárok ellen se, általában ugye az iskola ellen. Mindenféle úgynevezett diákcsint elkövettek, de ezek már túl durvák voltak ahhoz, hogy csinyek legyenek, mert már egyenesen a tanárok, főként a tanárnőknek a megaláztatásáig elmenő fegyelmi kihágások voltak, tehát na, ezek az osztályfőnöknők és ezek a tancik egyszerűen nem mertek hozzányúlni a, kérem szépen, a magaviseleti jegyekhez. Mint hogy az a magaviseleti jegyet azért találták ki volna ki, hogy legyen ott valami, ami ott emelgesse az általános tanulmányi eredményeiknek a, hogy hívják, összmédiáját, hogy mondják ezt magyarul, nem tudom, tehát az általános összosztóját, vagy micsoda eredményét, hogy azt emelje. Nem azért van, hogy ott a reális képet kapjon a szülő arról, hogy az ő gyermekével mi a helyzet fegyelmi szempontból, magaviseleti szempontból, nem azért, hogy az ott valami díszelegje, valami szakrális isteni szimbólumként ott díszelegjen az a 10-es minden vonalon mindenkinél, és nem merték levonni a magaviseleteket a gyermekeknek. Az Etelka esetében még azok a fiúk sem, akik agyon akarták verni, és a szemét ki akarni, máig szint 10-esek a magaviseletek mindenütt. Na ezért mondom, hogy itt egy nagy baj van, kérem szépen, ahol és amikor megkérdem, mondom a szülőtársnak, aki állítólag barátom volt az előtt, annak állította be magát, hogy hát légy szíves, beszélj a fiaddal, vagy legalább egy-két pofot húzzál le neki, nézek, mit csinálta a lányommal, és azt mondja, dehogy is csinálom azt, hogy hát amíg szépen a fia annyira tróger volt, már úgy kint tanult ezekkel a pszichológiai játékokkal, mert pszichológiát tanultak már 2 éves koruktól, nem tudom, hogy milyen pszichológiát, és az mire volt jó, ahhoz, hogy ide jussanak, hogy 9. osztályba, kérem szépen, kiderült, hogy egy, hogy mondjam, egy tanárnői balfogásnak köszönhetően még csúnyább dolgokat kezdtek irkálni aztán a lányomról, mint 8-ban. Tehát menjünk vissza oda, azt mondja a szülőtárs, hogy egy ilyen
szobrász késsel, az egy fadarabka a szobrá, amit szobrász késnek hogy egy, amiért egy fapácikával a telányodnak a fején ottan babrált a fiam, azért én nem fogom őt pofonverni, és nem fogom elővenni, és kiderült, hogy egyszerűen életveszélyesen letámadta azzal a kartonvágó, gipszkartonvágó szikével, kihúzta a nyelét neki, megszorította, és nekünk járt, hogy és a körbevették az osztálytársa, és lökték a izé felé. Halálra rémült a leányom. Szerencsére volt annyi bátorsága, mert már akkor már karatezott vagy 2-3 éve, hogy kitört a körből, és kiszabadult. Na, tehát ezt akarom én érzékeltetni, hogy miközben nyomjuk a rózsaszínű puszikakat és a szívecskéket, és mindenüvesz rózsaszínű szívecskéket rajzolgatunk, és a Etelkát is a pszichológus megpróbálta hogy a nyomortól megmenteni, hogy bement az osztályba, és a legnagyobb hülyeséget követte el, amit el lehet követni. Ilyen esetben, hogy oda tették, nem is ő egyedül, hanem egyszer a tanc, és egyszer még ő, tehát a tanítónő, melyet úgy hívják, ezzel sem értek egyet, hogy a tanítónőket tegezhetik a gyermekek, és hát belementem, mit volt, mit csinálják, most már így is aztán baj lett, hogy annyira másképp neveltem őket, ugye, már kezdettől ők, a többiek tegezik, és én parancsoltam volna meg nekik, hogy te viszont magázad a tanítónőt. Abszolút nem értek egyet, és helytelennek találom, hogy a tanítónőket tegezik a kisgyermekek. Na, tehát ez a tegeződés végülis miben csúcsosodott, hogy oda tették mind a pszichológus külön, mind a tanítónő külön, hogy mondjanak mindent, csak mondjanak Etelkáról jó tulajdonságokat, szépeket, jókat, pozitívokat. Persze, hogy ettől jobban megutálták a gyermekek. Na, tehát így működik ez, vigyázzunk, mert az emberben ott a karma, és nem lehet, nem lineáris logika szerint működik az ember. Nem newtoni mechanika szerint, vagy hogy mondjam, nem lineáris, primitív, egyszerű, hogy mond, matematika szerint, nem progresszív matematika szerint működik az ember, hanem ott vannak, kérem szépen, a polaritás törvényes, a kiegyenlítődés törvényes, a fejlődés törvényes, a hatás-visszahatás törvényes, és ezeknek a következményei nem azok, mint ahogy lineáris, primitív logikával elképzelnénk. Tehát ezért kell a szaturnuszi szellemiség, és ezért kell az atyai szellemiség, aki megfigyeli jobban a valóságot, jobban odafigyel gyakorlati valóságra, és nem élvezett szincentrikusan, és nem édelgés és érzelgés szempontból gondolkozik, és látja a világot, ugye, mint ahogy, hát a másik tényező. Elmegyek szülőértekezletre, és egyetlen, magamon kívül egyetlen férfit találok abba a teremben. Az édesapák nulla, nincsenek ott. Csak az anyák. És az anyák, kérem szépen, most már jussak a végére, végül is egy második szülőértekezletet is összehívtak. Én azt hittem, hogy azért, hogy az osztálynak a fegyelmi problémáit adjunk javaslatokat, hogy mit lehetne csinálni, és hogy az osztályfőnöknő szóba akar állni a szülőkkel most már. Az első szülőértekezleten csak ilyen adminisztratív dolgokat mondtak el, hogy mennyi pénzt kell vinni az iskolába, miért, mire költik, stb. Milyen általános elképzelései voltak. És ezt a dolgot még elmondta az osztályfőnöknő, tehát, hogy különültetette őket, a régieket, az újakkal összevegyítette, és hogy milyen komoly tervei vannak neki ezzel az osztállyal, de milyen nehézségekben ütközik, mert mennyire fegyelmezetlenek, pont amikor ő van szolgálatos az iskola bejáratánál, mert egy nagyon forgalmas hely van az iskola, tehát hogy nem engedik a diákokat kimenni a kapun, mert kapus ehhez nem elég, nincs elég tekintély a kapusnak, hogy a gyermekeket elkergesse, ő oda kell menjen, szóba kell állni, hogyha valakinek tényleg reálisan ki kell menjen, akkor azt ő megállapítsa. Na most, saját osztályából úgymond hárman ki akartak menni, nem engedte őket ki, tehát ki a városba, ott már azonnal, hogy kilépsz az iskolából, már ott van a forgalom, ott van minden, különböző helyekre mennek, azt mondja, mennek az Orange telefontársasághoz, hogy mit tudom, előfizetéseket fizessenek ki, vagy mennek. Én a legtöbbször azt látom, hogy ide jönnek az üzletbe, és kávét vesznek, cigarettát, a lépcsőházunk előtt szivaroznak, kávéznak. Na mindegy, a lényeg az, hogy a hölgy, az osztályfőnöknő panaszkodott arra, hogy ezek kiszöktek. Tehát nem elég, hogy
hogy semmibe vették neki a figyelmeztetését, hogy nem szabad kimenni, és korábbi szülőértekezleten mondom, szülőknek fel volt dolgozva ez, hogy az iskolából nem szabad kijárni, ők ki akartak menni, tanárnő nem engedte, kimentek az udvarra, a másik ajtón, a hátsó ajtón, és kiszöktek a kerítésen, és az nem elég, kérem, visszajöttek pofátlanul az osztályfőnöknél, látta, hogy ők visszajöttek a városból, miután ő nem engedte ki őket, és stb. Stb. Na most már sajnos a második, tehát két hét eltelt, vagy három a két szülőértekezlet között, a második szülőértekezleten már nem a régi tanárnőnek bizonyult, már megértőbb voltnak, bizonyult sokkal, ugye a fiúkat kiderült, a lányokat, a régieket engedte, mindenki üljön, ahova akar, kiderült, hogy le akarta adni az osztályt, de nem tudta leadni, mert hogy ennyire fegyelmezetlenek, de most már, hogyha így, akkor megpróbálja másképp, tehát velük szövetkezve irányítani az osztályt. És akkor én bizonyos dolgoknakban ellent mondtam, például ilyet, hogy le kell húzni a magaviseleti jegyeket. Jaj, azt nem lehet, mert hogyha rendőrakadémiára akarnak felvételizni a gyermekek, akkor a karrierjüket már lehetetlenné teszi, tehát a rendőri, tehát a művészeti iskolában mindenki bizonyára rendőr tiszt akar lenni. Tehát ezért nem szabad levonni, és még egyéb, mit tudom én, miket mondott, hogy nem vonja őt, ő nem vonja le, azt mondja, a magaviseleteket, mert az ott kell maradjon valami szakrális csoda, mit tudom én, turulmadárnak, vagy minek kell, vagy nem tudom, minek kell ott, a fényes vörös csillagnak kell, az a tízes ott díszelegjen mindenkinél végzéskor, ugye, ahelyett, hogy azt tükrözném, mert nekem Márton Áron tanár úr, aki híres festőművész, ugye, hatodikban vagy hetedikben, nem tudom, azért húzta le a magaviseletemet, hetesre kérem szépen, és aztán úgy az egész osztálynak egyet emelt, úgy jutottam, úgy kaptam 8-ast, hogy hetestől, és akkor többieknek is emelt egyet ennyit, de eredetileg hetesre voltam bejegyezve, amiért kergetőzés közben neki mentem az egyik leánynak, és a zsíros kenyeret kilőttem a kezéből, és akkor szegény én sem maradt, csak akkor mekkora nagy bűnös voltam én. De igaza volt a tanár úrnak, semmi probléma, máskor jobban összeszedtem magamat, és készen van. Jó, hogy annak örventem, hogy tanár úr, hát nem, ez egyébként vicc, mert soha ilyesmi nem volt, csak azért néztük, hogy akkora tenyerei vannak, ilyen nagy, amikor megy, és akkora nagy, jó, erős ember, férfi ember ő, hogy abból kaptam volna egyet, nézhettem. Más tanároktól kaptunk, semmi baj nincsen, felnőttünk. Akik meghaltak közben, vagy öngyilkosok lettek, azok nem azért lettek, hanem pont mert nagyon el voltak keresztve hazúról egyébként. Tehát apropó 60 év voltam a 40 éves találkozón a nyáron, és egyharmada osztálytársaimnak már halott. Na, mindegy, tehát a lényeg az, hogy a Medárd osztálya, és hogy mennyire hiányzik egyáltalán férfi gondolkozás, tehát magaviselethez nem nyúlunk hozzá, akkor hogy akarja helyrehozni a magaviseleti problémákat, kérdem én. Nem helyeseltem azt sem, amit mondott, hogy be lehet rakni a tanulmányi jegyekbe, kérem, ide jutottunk a gyávasággal, a felelősségnek a személyes felvállalása helyett, tehát hogy én osztályfőnöknél igenis lehúzom a jegyeket, ahelyett mit csinál? Azt mondja, hogy ott van a naplóban is egy ilyen szöveg, az elején talán, hogy el lehet olvasni, hogy a tanárok befoglalhatják a magaviseleti, a diákok magaviseletével szembeni úgymond véleményüket, nem tudom, hogy van ez ott pont románul megfogalmazva, de úgy, hogy a tanulmányi jegyekből le lehet vonni, tehát kisebb jegyeket lehet adni úgymond a rosszalkodó gyermekeknek, diákoknak. Hát kérem, ez az a szülőnek a félrevezetése. Hát én kell tudjam, hogy jól tanul, vagy nem tanul, vagy miből tanul, melyik tantárgyból, hogy tanul, mert bejön a matematika tanárnő, kérem szépen, aki egyszerűen nem értem ezt a nagy tiszteletlenséget vele szembe, amit tanúsítanak, mint volt osztályfőnökkel szembe, hogy kizárták az osztályból, máskor cérnával megkötözték a széket, és kirántották alól, amikor le akart ülni, és ilyesmi. 9-esek, tessék elképzelni. Na most az esetleg megharagszik, vagy megbántódik, és mit tudom én, írat egy rögtönzést az egésszel, vagy
vagy mert ő nem nézi, hogy az én lányom nem volt benne a buliba, ugye? Hát miért? Hogy honnan jusson neki szegénynek eszébe, amikor csak azt látja, hogy az egész osztály most bolondját járatja vele, vagy hogy mondja, meggyalázzák egyszerűen. Hogy most a lányomnak azért, mert szegénykének nincs annyi gógyia, mint egy néhánynak az osztályban, akik esetleg jelesek matematikából, de kínlódunk, és gyötröm őt, hogy tanuljon, s, hogy magyarázom neki a geometriás, magyarázom mindent, Pitagorász tétel, stb. És most már nem is tudom magyarázni, mert már olyan szinten vannak, vagy, de nincs is idő rá, mert nekem dolgozni kell, ugye, és akkor kapjon ő rossz jegyet, és én ne tudjam, hogy most már azért-e, mert tényleg nem tud, vagy azért, mert éppenséggel a többiek felborították megint az osztályt, a tanárnőnek kiborították a lelki világát. Na ez nem helyes, tehát ez sem szaturnuszi gondolkozás. Tehát azt mondja Jézus, hogy vállalja fel mindenki a keresztet. Hozzá kell szoktatni a gyermeket, igenis a személyi felelősségre. Nem, hogy kollektíven megbújjunk a csőcselék mögé és a tömeg mögé és ottan, amit csináltak, hogy egyébként frontot képeztek és Medárdát tömegesen úgymond zárták ki magukból, azért mert Medárda teljesen másképp volt nevelve, tehát és pedig úgy, hogy ő igenis meg volt mondva neki, hogy menjen, kérdezz a tanároktól, ha nem ért valamit együtt, kollaboráljon, stb. Kérdezzen, lássák rajta a jó indulatot, se jók, és a jóságos, úgymond nem jóságos, a jó akaratot, és így tovább. Hogy egyszerűen emiatt ilyen segnyalónak nézték, vagy nem tudom, hogy minek nézték, mert teljesen kizárták a körükből. Ugye? És akkor erre fel, amikor ezt mondom az osztályfőnök nőnek, hogy itten a fegyelmi problémák, az osztály fegyelmi problémái valahol ugyanolyan abból a gyökből erednek, és az az eredetük, amiért Medárdát kiközösítették, akkor feláll a szülői bizottságnak az elnök nője, az iskola, és azt mondja, hogy hát ez szilárd, mi is annak neveltük a gyermekeinket, tehát hogy a tanárokkal való együttműködésre, stb. Is kiderül, hogy ráadásul neki egy problémamentes gyermeke van, teljesen fölöslegesen zavarta meg a mondani valómat, mert hogy az egy nagy élsportoló, és aki alig van az osztályban, jelen egy év, hogy mondjam, az iskolai évnek a felét, hogyha tölti az iskolába, máskor mindig táborokba, versenyeken, stb. De attól függetlenül jó tanul. Tehát ott, ahol megy, viszi magával füzeteket, könyveket, és oldja meg a matek feladatokat, tanul. Tehát teljesen még ráadásul fölöslegesen is. Tehát én nem rácéloztam, amikor ezt mondtam, és nem is céloztam senkire, csak azt mondtam, hogy én az enyémet. Így tanítottam. Na, úgyhogy itt a fegyelmezetlenség, mert ez a nő is, vagy 15-ször felugrott a székről, és beleszólt ottan a vitába, és így tovább, tehát az apai gondolkozásnak és a gyermekeken is, ez a szomorú dolog, hogy a gyermekeknek hiányzik az apai nevelés, és akkor tudjátok, mi történik? Az, hogy kicsikorúban, tehát van ez a liberális játék, hogy mindent nekik megengedünk, s a cukor, minden, és csukor, és Mikulás bácsi, mindenki, és Angyalka nénit, mindenki, és a gyermekek ettől aztán a karmájuk még jobban megdagad, az egóik megdagad, és egyszer csak kiderül, hogy nem lehet velük bírni, mint például most Medárda esetében a Tróger kamaszokkal, ugye, akik elkezdték, nagy filozófiákat dobtak le, hogy Medárda milyen hülye, hogy így leírva, magyarul hülye, így leírva, hogyha az Oszi is ugyanazon a véleményen van, apropó, mert az Oszinak az lett a véleménye, miután engem megzavartak, és nem hagyták, hogy elmondjam, a fehér népek, a sok nő, a sok úgymond a csemeteiket állítólag nem tudom miért velem szembe megvédeni akaró nő, azt hangoztatta nagy hangosan ott, hogy Medárda hibás, amiért őt kiközösítették, és másnap az osztályfőnöknő ugyanezt elmondta az osztály előtt, hogy Medárda hibás, amiért ki volt közösítve, amiért gyötörve volt, amiért meg volt alázva, amiért be volt mocskolva a személy öntudatában, stb. És így tovább, és aztán utána az új honlapunkon, tehát megint egy új Facebook oldalt hoztak létre, miután azt a szülőnek szóltam, az egyik szülőnek sem, másikot meg kell semmisítsék, és itt megint újra kezdték mocskolni a lányomat.
Tehát mit akarok kiukadni? Ennek a szegény tanárnőnek is, ennek az új osztályfőnöknőnek is, akit nem akarok megnevezni, és higgyen, hogy semmi jó akaratom nincs vele szembe, csak, és nem azért készítem ezt már, mikor elindítottam ezt a sorozatot, ezelőtt egy hónappal készítettem aztán, azt hiszem, hogy másfél hónap az első felvétel. Hát gondolom, eszembe ágában nem volt, sőt, az első szülő értekezlet után én még reménykedtem, hogy ez na végre egy jó erős osztályfőnököt kaptak ezek a gyermekek. Dehogy, kérem szépen. Szövetkezett a lányom ellen, aki soha senkinek nem ártott, de komolyan mondom, ez szegénk egy álva. Egy rész, másrészt meg nem, hogy meg keményen meg van neve, vagy nem szabad szemtelenkedni, nem szabad pufátlankodni, nem szabad. És akkor fogja magát, és a trógerekkel neki áll szövetkezni a gyermekem ellen. Ide jutott szegény, nem hibásra érte. De hogyha nincs meg a szaturnuszi szellemiség az egész vonalon, és nincs meg a pedagógiában egyáltalán, a pszichológia tönkretette a pedagógiát, teljesen ezzel a hülyeségével, hogy a gyermekek ezért kicsi felnőttek, és akkor úgy kell bánni velük, mintha már személyiségi jogaik lennének, ugye, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában ugye az le van írva, és meg van hirdetve, hogy már nekik olyan személyiségi jogaik vannak, azt tiszteletben kell tartani, ugye. Közben szerencsétlen gyermek azt se tudja, milyen világon él még, neki irányításra van szüksége, neki fegyelmezésre van szüksége, igenis neki szaturnuszi szellemiségre lenne szüksége, nem azt mondom, hogy verni kell, de szóba kell állni vele, és a szülőkkel és mindenkivel, és ami fegyelmi problémái vannak, azt meg kell beszélni vele és a szüleivel. És hogy meg kell mondani neki, hogy ezt nem mer csinálni még egyszer. Mert ahogy én szoktam érvelni a lányaimnak, hogy miért, azért, mert ha nem pofonváglak. Na most ezt a tanár nem szabad megcsinálni, tudom, de a szülőnek még meg lehet csinálni, azért minden szülőt azért, hogy pofonverj egyszer-kétszer gyermekét, nem fogják bezárni, nyugodtak lehetünk még. Hiába, hogy van már ilyen hülye törvény is. Bocsánattal legyen mondva. Na, tehát, tehát egyszer elengedik őket jól, és akkor már odáig feszülnek a húrok, hogy ezt le kell állítani, és akkor mi történik? Akkor viszont a fiúkat kiherélik. Utána ettől kezdve megtanítják őt keményen rendesen viselkedni, te hogy viselkedsz a lányokkal szemben, mit csinálsz te a lányokkal. Így van, és attól kezdve kérem szépen a fiúk vagy még jobban megvadulnak, de csak 2-3-4 közülük, és a többi meg közömbös lesz. A többi meg nem érdekli, hogy ő többet nem fog a lányokkal a lelki világával foglalkozni, és ő ott vannak, elmennek foci meccsre, elmennek Hungaroringre, elmennek boxmeccsre, elmennek minden kocsmába, elmennek halászni, csak ne kelljen otthon ülni, ahol a feleségének a lelki világával kell foglalkozni. Holott az lenne az első dolga. Pontosan, hogy az lenne a férnek az első dolga. Miért hívják férnek? Férj meg mellette. Az onnan eredt valamikor. Nézzük meg, miért hívják férnek azt, amit ugye házastársak közül a férfi felett. Miért hívják férnek? Azért. Onnan ered. Meg kell férni mellette, és el kell férni akkor is tőle, hogyha másképp viselkedik, mint a nők. Na most már az egész vonalon, amit mondtam, tehát az van, hogy a női vízió a civilizált társadalomban az, ami érvényesül, tehát ami jó, ami kellemes, ami kedves, ami édeskés, azt is bekiábálták, hogy én vagyok a hibás, hogy Medárdát nem engedtem, hogy azért közösítették ki, mert nem engedtem kirándulni. Hát hogy engedjem el kirándulni, könyörgöm, amikor startból, mert egy másik iskolából vittem át, ráfogták, hogy egyszer, hogy az egyik gyermeknek a vicces füzetét ellopta, aztán előkerül, de hát valahogy Medárd a padjának a háta mögül, aztán most emlékszik arra, hogy tényleg járt a kezébe. De hogy az nem lopta el, az biztos, mert én nem úgy neveltem, hanem így neveltem. Jó, áldásos apai pofokka. Akkor, ahogyha ellopott egy órát, kérem szépen, még csak véletlenül is, de még csak véletlenül is, és még csak pontosan, hogy pont két hetén, még 10 nappal azelőtt vettem az első szép, ügyes kicsi karóráját neki. Akkor vettem. Neki volt éppen órája, nem az, tehát nem, még hogyha nem neveltem volna úgy, hogy itt olyan Isten nincs, hogy elveszük egyiktől a másikét. Ilyen nem szabad, a mi családunkban ilyen nincs, se hazugság, nincs, se lopás, se ilyesmi. De még, nem így lett volna, de még akkor sem lett volna neki szüksége, mert mondom, pont, hogy akkor vettem neki egy karórát. Akkor miért lopta volna el valamelyik gyermeknek a karóráját? És sajnos még a tanítónő is ilyen bizonytalanul beszélt, hogy talán mégiscsak.
ő lopta el, azért, mert végülis az óra megkerült, és megint csak medáld a padjába. Na, érdekes dolgok. És akkor hogy engedjem el így kirándulni, mert valamit megint tűnjön el, nem? És akkor fogják medáldára, vagy ahogy én csináltam, mert ott van az emberben a karma, négy éves voltam, és egy három éves kislányt berögtem egy ilyen gödörbe, hogy meg is halhatott volna. És semmi indokom nem volt rá. Na most ilyen gyermekekkel hogy engedjem el, és ilyen tancikkal, vagy ilyen tanárnőkkel hogy engedjem el kirándulni? Tehát megint csak, hogy, de és egyébként is a kiránduláson nem osztálykiránduláson nem fegyelmi, nem ott kell megoldani, hanem úgy lehet elvinni kirándulni, hogy már a fegyelmi problémák meg vannak oldva, nem? Ha nekem azt kiabálták a szülők, a hölgyek, hogy azért van ez az egész, mert nem engedtem kirándulni. Na, tehát én nem haragszom senkire, csak valamit ezzel akarok ábrázolni, és ezt a filmet úgyse fogják nézni a Medárda osztálytársainak a szüleim, biztos. Nem tudom, ők úgy, ahogy nem jönnek ide hozzám Csiki a koroszkop rendelésre, úgy biztos, hogy ezzel ilyen YouTube felvételeket sem hajlandóak nézni, hogy amik pont tőlem származnak a hülye Kozma Szilárdtól. Tehát nem tudom, hogy ez a vélemény róla. Mert másképp gondolkozok, mert Szaturnuszian gondolkozok, ugye? És már attól kezdve, hogy Medárdának, hogy Medárda kint született a természetben, mint hogy ezeknek az ők nagyanyja minimum, ha nem a déd nagyanyja, nem a nagymamát nem otthon szülte volna, soha nem a kinn a mezőn, olyan is hallottam, mezőn szültek meg gyermekeket, Kászonbas itt mindenfelé. Nem? Akkor mi hülyék vagyunk azért, mert Medánának az anyja kinn azért a Margita oldalán egy ilyen asztrológia metafizika táborban annak a végén szülte meg Medárdát. De hát persze nem egész, csak néhányan voltunk, akik régi barátok, és hogy mondjam, tehát mind asztrológusok, jövendő asztrológusok. Tehát szűk kör volt az, aki ott volt, nem egy ilyen látványos szülés produkáltunk ott egyáltalán, szó nincs erről, hogy valaki ezt félreértse. Na, tehát láttam ilyen bejegyzést, mit tudom én, ilyen fórumon itt, amikor Balázs F. Attila volt könyvtárosnak a besugói mi voltátját lepleztem le, hogy ott beírták, hogy menj az erdőbe elé szülni, vagy menj az erdőbe szülni, hülye Kozma Szilárd. Jó, tehát rendben vannak ezek a dolgok mind, és semmi problémám nekem nincs senkivel, nehogy azt higgyék, hogy valaki, nehogy valaki, Isten szerelmét, hogy azt higgye, hogy azért készítettem ezt a felvételt, hogy lejárassak bárkit is, esetleg a jelenlegi osztályfőnöknök, mert végül is egy olyan konstellációval rendelkezik szegény, mint a volt feleségem. Halak, leszálló, rák, Lilit, és így tovább. Egy hónappal fiatalabb, vagy kisebb, vagy hogy mondják, mint a volt feleségem, úgyhogy teljesen érthető, tehát teljesen el volt ott tévedve, tehát visszakozott a gyermekek nyomásának engedett, akkor velem szembe, mit tudom én, mit akart gyakorolni, hatalmat gyakorolni, vagy megmutatni, hogy ő az erősebb Medárdát, másnap, tehát volt ez a szülőértekezés, másnap Medárdát osztályfőnöki órán kikezdte, és bebizonyította ottan neki a többiek előtt, hogy ő a hibásan mért őt másodikos korától. Könyörgöm, egy 8-9 éves gyermek mennyire hibás, hogy azt ezért bomingolták. És nyugat, tehát ne lenne szakirodalma a dolognak ráadása, a jelenségnek. Tehát a kigösszesítésnek és a kikészítésnek. Hogy ő a hibás érte, és ne lenne a hetedikes angol könyvben, meg leckeként ugyanez a jelenség, ugye? Tehát nem tudott róla, beállította és igazatot adott csattól, kamaszok még jobban ezért kezdték utálni Medárdát persze, akkor bebizonyította neki, hogy nem jó az, hogy Medárda mindig elmondja mindent, ami vele történik az iskolában, és arra is megtanította, hogy kell majd hazudni, mikor hazajön, hogy mondja azt, mikor megkérdezik, hogy mi történt az iskolában, hogy hát nem történt semmi fontos, semmi lényeges, mondja ezt. És pontosan felraktunk egy olyan filmet, pont arra az oldalra, amiből aztán a cirkusz kirobbant, ugye, hogy történik ez, hogy a gyermekek nem mondják el, hogy mi történik az iskolában, és akkor végül is ez egy lett film, ugye, a két kamasz végül is vesz egy csomó pisztolyt magához, és lelövi az osztálytársainak a felét. És megtörtént esetről, tehát dolgoz fel a film.
És többször megtörtént már, hogy vagy öngyilkosok lettek az ilyen kiközösített gyermekek, vagy ők kezdték az osztálytársaikat legyilkolni. Na most nem hiszem, hogy Medárda nekifogott volna, vagy nem tudom a volt osztálytársak közül, hogy erre valamelyik hajlamos-e, de hogy ők is nagyon érzékenyek és labilisak, az biztos, mert ismerem a konstellációjukat. Mérlegben van a lilitjük, és halakban a sárkányfarkuk, és szeptember 10-től ez vált, akinek tehát mérlegben volt a lilitje, annak átmegy a skorpióba, és akinek a halakban van, volt a sárkányfark, annak bemegy a vízöntőmenbe, a sárkányfark az fordított irány. Tehát ott óriási őrült ötletek vannak karma szintjén a vízöntő karmába, a halakról nem is beszél, tehát ezek nagyon labilis gyermekek. Spirituális karma szempontjából arról nem is beszélve, hogy ázsiai asztrológia szerint a tigris évében, vagyis oroszlán, tehát ilyen önérzeti, öntudati problémáik vannak karma szintjén. Ugye? Hát bármikor megtől, ha nem itten épp ezekkel, de hogy ennek ez a generáció éppensége nagyon veszélyes és önveszélyes, az egyszer biztos. Na most ide kérem szépen, hogy ilyen karmikus problémák megoldására, még hogyha még nem is jutott oda a jelenlegi úgymond civilizációs, a pszichológia uralja az egészet. Tanügyet például, tehát asztrológiát még mindig hamis tudománynak vagy áltudománynak bélyegzik. Tehát nincs ilyen elvárásom nekem, hogy most asztrológia szerint és asztrológiai jellemzők szerint kezdjék kutatni a gyermekek lelki világát és magatartási formáit, ha bár ez lenne az igaz és ez lenne az egészséges, de nincs. Nézzük szembe a realitással, ne legyünk idealisták. De minimum kérem szépen azt a férfiúi, azt az apai, azt a hosszú távon való gondolkozási, mert mindig, most is a tanárnő azt mondja az osztályfőnöknő, hogy hát reméljük most jön az idő és megoldja, és jön a téli vakációs, elfelejtik. Mondom, hogy tanárnő, legyen nyugodt, hogy az én 60 éves élettapasztalatom azt mondja, hogy az idő semmit sem old meg. Az idő csak esetleg betakarja, és azt a sors állandóan ki kell onnan kaparja, mert ami el van dugva, az nincs megoldva egyáltalán. Na, tehát egy ilyen példából is, tehát ezért is mondtam el félig meddig, ugye láthatjuk azt, hogy mennyire hiányzik, és mik a következményei annak, hogy a szaturnuszi szellemiség hiányzik az egész vonalon, és nincsenek megfelelő törvények. Nyugaton már például ezt a bomingolást, vagy bulizást, így hívják ezt szakterminológiában, ezt már gyermekkori, vagy hogy mondják, fiatalkori bűnözési rangra emelték, mert észrevették, hogy nagy probléma van vele. Hogy ezek a gyermekek mind a bumingoltak, mind akik bumingolnak, vagy mind akik kirekesztenek, vagy akik gyötörnek, vagy akiket meggyötörnek, aszociálisak lesznek. És elég nehezen integrálódnak a közösségben, illetve mindazok, akik az ilyen csoportos, úgymond kirekesztési tevékenységben részt vesznek. Itt még kérem szépen nem is tudnak róla, sőt, bevitték a misztikus maszlagolóknak a misztikus mazéből, tehát a felnőtti társadalomból beviszik a gyermekek közé a demokrácia koncepcióját, és azt mondják, hogy ha a többség elítélni a gyermekemet, akkor a többségnek igaza van. Ide jutottunk, kérem szépen. És ezt okleveles pedagógusok osztják ezt a nézetet, mert ráadásul még fogták magukat, és amikor én kezdtem megjelentetni az igazgatónőnek írt panaszomba és követelésembe, hogy ezt a jelenséget szüntessék meg, mikor láttam, hogy nem mozdul semmi, akkor feltettem az internetre, Facebook oldalamra, és akkor azonnal nem elég, hogy kaptam a kérést, és hogy most már ők kezelik az ügyet, vegyem le a Facebookról amit írtam, hanem a tanárok, kérem szépen, ahelyett, hogy megnézték volna csak ugyan mi is történik, miután már tudtak az Etelka esetéről, ki tudja az is, hogy volt beállítva nekik, az aligazgató annak idején engem úgy fogadott, mikor mentem megint az Etelka ügyebe, mintha én lettem volna a hibás, érte? És én lennék a rossz akaró és a,
rosszindulatú ember, akiknek rossz hírüket akarom kelteni azáltal, hogy még menjek, még probléma nincs megoldva. Végül én kellett megoldjam azzal, hogy buktattam a gyermeket, egy osztályal alacsonyabban megint újra járattam vele a negyedik osztályt. Hát Medárdával ezt nem lehetett megcsinálni. Na most kérem szépen, miután ezt tudják, hogy ezek így zajlottak és így történtek, és nagyon jól ismerik a gyermekemet, hogy az aztán tényleg nem egy szemtelenkedő fajta, és nem egy tanárugrató, és tanár, hogy mondjam, heccelő fajta gyermek, képesek voltak aláírást gyűjteni, hogy én, hogy mondjam, ne avatkozzak be az ők nevelési ügyeikbe, ügyleteikbe, mert ők nagyon jó pedagógusok, sőt nagyon leintézik a dolgokat. Hát így elintézik, hogy nem kell elmondani az édesapának azt, hogy mi történt a gyermekkel az iskolában. Tehát még egyszer elmondom azt, hogy én nem akarok világforradalmat csinálni, és tudom, hogy az asztrológia milyen nyomorult helyzetben van azáltal, hogy rengeteg a szélhámos közöttünk, de rengeteg a ilyen, szintén ilyen rózsaszínű, magas felhőjáró, ugye a hülye Osónak, hogy az én utam egy bárányfelhő, ugye misztikus ködökben uszkáló idiótákból áll sajnos a több mint a háromnegyede a kollégáimnak, arról még nem is beszél, vagy még jönnek az őket támogató misztikus guruk, csodabogarak, ugye akik aranykorokat, ilyen helyzetekben aranykorokat ígérgetnek az emberiségnek. Ugye idején ilyen helyzetben, és nagyon jól tudom, hogy például Balogh Bélának a fia pont így van nevelve, ilyen liberálisan. Most ezek fogják majd meghozni az aranykort az emberiségnek, nem? Na, tehát a szaturnuszi vonalat, vagy a szaturnuszi szellemiséget azok, akiknek én készítettem horoszkopot, vagy akiknek még fog készíteni, tehát igyekezzenek a hölgyek tisztelni, és ha nincs benne a férjetekbe, és a férjetek a szeretőitekbe, élettársatokba, vagy élettársaikba nincsen, nem érzik a szaturnuszi szellemet, akkor hívják fel a figyelmet rá. Nehogy még jobban elnyomják benne, mert azt csinálják a nők. Idegesíti őket a szaturnuszi szellem. Erről van szó. Tehát annélkül nem lesznek boldogok hölgyeim. Mondtam már, és ismétlem, tehát csak azért készítettem ezeket a felvételeket, nem azért, hogy én örvendenék, hogyha most már ez az osztályfőnöknő, végülis akivel most már tisztáztunk bizonyos álláspontokat, ez maradna most már végig, tehát nekem semmi gondom nincsen vele most már a továbbiakban, mert most már elismerte a hibáját, és bocsánatot kért minden, igaz, hogy utána elment betegszabadságra, pont amikor a lányom, tehát a legveszélyesebb periódus volt ezen a héten, nem tudtam, hogy a gyermekek hogyan reagálják le azt, hogy a tanárnő ugyan állítólag, én nem voltam ott, nem tudom, bocsátott kért, és beismerte a hibáját, hogy nem lehetett a 9-8 éves Medárda hibás, amért őt kiközösítették, és amért üldözni kezdték, ugye, és egyéb dolgaiért, amiket csinált ott a gyermekkel, vagy hogy hirdetett rólam, hogy én tönkretettem az ő szülőértekezletét, tehát revidálta a nézeteit, stb. De utána kérem szépen, amikor első napokban ment Medárda iskolába, első nap még ott volt, és már következő napokban, amikor osztályfőnöki órája lett volna velük, stb., elment betegszabadságra. Holott azelőtt való este beszéltem vele, és még erről nem volt szó, hogy ő másnap nem lesz az iskolába, és elmegy betegszabadságra, hanem arról volt szó, hogy bemegy többször az osztályba, és nézi, hogy mi a hangulata, nincs-e valami probléma. Mondom, hát az egyik gyermek azt írta, hogy én ezt nem fogom annyiba hagyni, tehát fenyegetőzött egyenesen, meg idióta, odaírták, meg nyomorék, meg szerencsétlen, meg ezért, hogy... Mert azelőtt viszont bejelentette az osztályfőnök, hogy Medárda miatt, úgy nézett ki a dolog, hogy Medárda miatt őt le kell váltani, és le fogják váltani. Vagy lemondja ő az osztályfőnökséget, mit tudom én, már össze-vissza kavart mindent, most remélem, hogy... Na most ezt jelenti a Szaturnusz, helytállás, helybenállás, megnézzük gyakorlatilag, konkrétan, pragmatikusan, hogy miről van szó. És úgy döntünk, és úgy határozunk, és ha határozottunk egy, és döntöttünk egyet, akkor ahhoz kitartóak maradunk, mert hogyha állandóan változtatjuk a szempontokat és a helyzeteinket, akkor nem tudunk következtetéseket levonni, értjük?
persze, hogy kell az uránuszi szellem is, persze, hogy kell a szabadság, persze, hogy kell az inventivitás, persze, hogy kell a kreativitás, persze, hogy kell az ötleteknek és a lehetőségeknek a kihasználása, és megint csak a lehetőségeknek a kihasználási lehetőség. Ezt jelenti az uránusz, ugye? Ez a feltalálóknak a szellemisége, ez a, mit tudom én, a zenének és a ritmusnak és a nagy átalakulásoknak, ugye, a nagy párfordulásoknak a szellemisége. A párfordulás, komolyan mondom. Tehát tessék belegondolni, hogy mi az, nem tudom, hogy előadásban mondtam, de aztán egyszer most nem akarom az időt húzni, de egy fontos mozzanat a párfordulás egyébként az egész személyi létezésünkben, és az egész életünkben a párfordulás lényegének a megértése. Na, tehát ez az Uránuszhoz tartozik, de ahhoz tartozik, könyörgöm, a Szaturnusz is. Uránusz Szaturnusz nélkül, hogy mondjam, felrobbantja a Földet, kérem szépen. Az Uránusz, az uránuszi szellemiség, a nagy szabadság, a nagy korlátlan szabadság és a nagy korlátlan lehetőségeknek kihasználásának a lehetőségének a szelleme, a liberalizmus, tehát tönkre teszi az életet magát, az élet magját teszi tönkre. Szaturnuszi felügyelet, szaturnuszi fegyelem, szaturnuszi gondoskodás, szaturnuszi hűség, szaturnuszi kitartás és a többi nélkül, ami ma nem kedves senkinek, és aminek aztán pont, hogy a feminizmus és a feminista férfiak, az elkurvult férfiak, bocsánattal legyen mondva, egyáltalán nem örvendenek és nem tetszik nekik. De annélkül tessék megnézni, hogy majd mi lesz az életből itt a Földön.